ha azért a 104 ezer óra közel 12 év munkájáért, ami benne van, csak a mai nap délelőttjét kaptam volna cserébe, már megérte. Én nem tudom, egy videó képes-e visszaadni azt az érzést, amikor itt belül olyan jó, mert a legőszintébb arcokon látod a visszajelzést, hogy boldogságot, örömöt vittél nekik, és ilyenkor te is úgy érzed, hogy nem olyan rossz hely ez a világ. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes. Én meg a nagyszájú barátom voltunk azért már pár helyen. Jártunk már kórházban, beteg gyerekeknél, mindenféle rendezvényeken, itt-ottam ott szülinapokon, esküvőkön, viszont egy helyen még nem voltunk. Meghívtak bennünket a győri fogyatékkal élők napközis otthonába, ahol állítólag nagy rajongóink. Már nem csak a kocsinak, hanem hogy nekem. Mondjuk ezt nem értem. Így most ide tartunk, hogy egy kis örömet hozzunk a srácoknak. Hát lássuk, milyen lesz a fogadtatás. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dum dum da da. Marha, jó, már öltöznek. Jó, hát nem néz ki rosszul, na. Mindjárt jönnek a srácok, onnan. Sziasztok! 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 De jó autó. De jó autó. Hú, ez volt az egész vágyam, hogy láthassam én. Nekem is. Nekem is. Sok szeretettel köszöntjük Valka Zsoltit nézményünkbe. Sziasztok! Mely, persze, nézd meg, ott vagyok. Persze. Jövök! Adjuk itt, hogy te is 36 éves vagy! Annyi idős vagy, mint az autó! Együtt lesz a szülinapotok! Ez igen! Ugyanolyan a szemüvegem, mint a tiéd. Ja, azért vettél napszemüveget? Azt a ami szokott mindenkinek tetszeni, az elején a lámpa. Ja, azt láttam. Megmutassam? Igen. Hogy nyílik a lámpa? Igen, én is. Nem áll. Én? Te. Közös fotóra? Én szoktam a videódat nézni, látod? Tényleg? Igen. Akkor benne leszel a videóban, nézd oda? Igen. Azt a micsoda rendszáma van, most látom, de menő! Azt a mindeni! Ez igen! Le is van esve a fele! Na de né, így az igazi! Én sose láttam! Nézzük, hogy Zsoltikám! Te kocsid! Ja, tényleg! Mindjárt körülveszünk, nem áll mindjárt annyira oda! Ajajajajajajaj, bocsánat, igen! Persze, gyere! Annyiszor jössz, ahányszor akarsz! Nem baj! Nem baj, terápiaként írnám fel mindenkinek, hogy egyszer látogasson el egy ilyen helyre, és érezze meg azt a minden rossztól, meg feltételektől mentes kedvességet és szeretetet, amit én itt ma tőlük kaptam. Persze.
ez most komoly? Ezt én gyűjtögetem róla. Ne. De. Rólam gyűjtesz anyagot? Igen. Mi vagy, te FBI-os? Nem vagyok FBI-os, de komolyan. Ne. Én gyűjtögetem. Ez nekem nincs meg mindegyik. Aszta. Én gyűjtögetem róla. De komoly vagy. Aszta. Ezt figyelj, elájulok. Ezt én nézom meg. Elájulok rajtad. Komolyan. Ez nem semmi vagy. Igen. Meg ahol is kérhettek, vagy Zsoltik? Erre, ilyenre. Arra persze. És mit írjak bele? Én a kávé. Zsoltinak szeretettel Zsoltitól. Aszta mindenit neki. Megjelent a kocsánkra. Meg fagyva a kezem. Nekem csináltátok? Nekem. Igen, nektek, de van a családodnak. Családodnak. De szép. De ezzel dolgoztatok nekem? Igen. De szép. Igen. És rendes farka van, de aranyos. És a ez igazi húsvéti. Nagyon szépen köszönöm. Annyira feltölt jó energiával egy ilyen délelőtt, hogy én érzem magam hülyének, amiért értékes perceket szántam korábban olyan idiótákra, akik néha ide jönnek a komment szekcióba kötekedni. Semmit nem számítanak. Ami számít, az ma itt volt szemtől szemben. Az, hogy én, ki vagyok én, örömöt tudtam vinni nekik. Ragyogott az arcuk a boldogságtól. Az, hogy Zsolti albumot készített rólam. És amikor a közös fotót csináltuk, Gyuszika odaállt mellém, és idehajtotta a fejét. És utána mit volt bent?